Több tízezer hazai szurkoló biztatta a magyar válogatottat Toulouse-ban. Már órákkal a meccs előtt hatalmas tömeg volt az utcákon, énekeltek, táncoltak, és bár a belgák nyertek 4-0-ra, a drukkerek nem szomorodtak el, inkább büszkék a csapatra. A meccs állásától függetlenül a szurkolók tovább énekelték álmaikat. Itt még csak 1-0 volt az állás Belgiumnak, és egészen 70 percen át minden egyes magyar helyzetnél kitörő lelkesedéssel buzdították a csapatot. A himnusz közös eléneklésével búcsúzott az Európa-bajnokságtól Magyarország. A játékosok meghatottan köszöntek el a szurkolóktól, akik két héten keresztül átéltek velük mennyet és poklot, az osztrákok felett aratott nyitó győzelemtől, az Izland ellen kapott vitatható 11-es keltette feszültségen át, a portugálok elleni csoportgyőzelmet érő döntetlenig. Amikor a második belga gól bement, be kellett látni, az utazás véget ért, az éjjel viszont nem. Szerintem nyertünk. A szívünkben igen. 70-ig jók voltunk, elfogytunk, mindegy, hogy 2 vagy 4. Élmény, ennyi. Köszönöm, hogy itt lehettem. Hajrá, magyarok! Ez az úr egyedi gyártású pólóban szurkolt. Azt mondja, jól küzdöttek a fiúk, de a középpálya ma nem volt olyan acélos, mint az elmúlt 3 meccsen. A belgák erősebbek, gyorsabbak voltak. Jobb lett volna, ha csak 2-0-ra kapunk ki, de hát emeltfővel így is eljöhetünk. A belga szurkolók is így érezték, megörökítették a diadalittas állapotot. Ezt mondja ez a másik belga srác, majd arra a kérdése, hogy végül mitől lett ekkora a különbség a két csapat között, darra fakadt társaival. Az az igazság, hogy az, hogy ide jutott a magyar válogatott, az gyakorlatilag egy olyan páratlan teljesítmény volt, amelyet a magyar szurkolók is megünnepeltek. És végül is azt nem lehet mondani, hogy amikor véget ért a meccs, akkor szomorúan ballagtak haza. Hallják! A magyar focisták az elmúlt 50 év legjobb EB szereplését produkálták. Ez most a 8-döntőre volt elég. A kontinens találkozón viszont a csapat ott hagyta lenyomatát.